Megtartotta hagyományos sportnapját a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola. Az intézmény már közel 2 évtizede szervezi meg ezt a rendhagyó napot a diákok számára. Sajnos volt időszak, amikor a pandémia miatt ezt nem tudtuk megtenni, ezért külön örömteli, hogy most visszatért ez a szép hagyomány. Úgyhogy ezen a szerdai napon megpróbáljuk megmozgatni az összes tanulót 1-től 8. osztályig. Az idei évnek a különlegessége, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából elindult egy program, a kölyökből atléta, és egy olyan eszközcsomagot tudunk kipróbálni és használni, ami még inkább látványossá és élvezhetővé teszi ezt a mai mozgásos délelőttet, kora délutánt. Az alsósok és a felsősok részére külön programokkal készültünk. A helyszín az itt a műfűves pálya, akkor a kinti sportudvar, illetve bent a tornateremben. Hát el lehet mondani, hogy sor és váltó versenyek vannak, ügyességi gyakorlatok vannak, és a gyerekek korához próbáltuk igazítani a feladatokat. A testnevelő tanárok ezen dolgoztak már jó ideje, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, hogy ezt a programot meg tudjuk valósítani. Én már nagyon vártam ezt a napot, mert nagyon szeretek sportolni, járok úszni is, meg táncolni is. Vannak itt sorversenyek, most éppen egy váltófutáson estünk túl, mi lettünk az elsők. Nagyon jó itt kikapcsolódni, hogy végre nincs már nagyon sok tanulás, és hogy lehet sportolni. Hát ez a nap szerintem nagyon jó, mivel itt sportolunk, és kipróbáltam magamat, hogy tudok sportolni. Meg egész jól érzem magamat itt, és szörkölök a csapatomnak is. Ez a versenyfutás van, meg voltunk ilyen akadálypályákon is. Sofia gerelyhajítást most próbálta ki először. Szerintem az is nagyon jó volt, mert jól lehetett dobni ezt a gerelyt. Kis Hunor is örült, hogy egész nap a mozgással lehet foglalkozni. Azt mondja, nagyon szeret sportolni. Atlétikázok, kosarazok, úsztam is régen, lovagoltam is. Hát nekem ez a versenyfutás most a kedvencem. Nekem tetszik ez. Hát én azt gondolom, hogy ugyan még csak szeptember van, de a gyerekek már vágynak arra, hogy kicsit a tanulás világából kikacsincsanak. És mivel mi hagyományosan sportiskola is vagyunk, tehát óriási hagyománya van a sportnak, ezért mindenki örömmel várja ezeket az alkalmakat. Nálunk úszás, atlétika, kosárlabda, röplabda nagy hagyományokkal bír, és szép eredményekkel, megyi, illetve országos eredményekkel is rendelkezünk. Ezért úgy is mondhatnám, hogy a tanulók jó része be van oltva a sporttal, és ezért külön szeretik ezeket a pillanatokat. A sportnapon közel 500 gyermeket mozgattak meg a Bonyhádi iskolában.